12. alkalommal szervezte meg a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete a Katonai Emlékparkkal, a Nagyváradi Tanoda Egyesülettel és a Honvéd Kulturális Egyesülettel együttműködve Beállok Rózsám Katonának című rajzpályázatát, melynek eredményhirdetését kedden tartották a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A díjátadó a Vörös Marti Mihály Általános Iskola néptáncosai előadásával kezdődött. Pályázó gyerekek szabadon választhatták ki, hogy a magyar hadtörténet mely jeles eseményét elevenítik meg. A szervezők a műveket online, illetve papírra vetve egyaránt várták. Pályázat főszervezője a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete. Közel 30 évvel ezelőtt alakultunk, és a zászlónk csúcsán az van, hogy a fiatalok hazafias honvédelmi nevelését saját eszközrendszerinket támogatjuk. Ide tartozik a Katonai Emlékpark létrehozása, a Hazafiság Iskolája pedagógiai program, és ide tartozik most már kiemelt oszlopként a rajzpályázat, hiszen az a fontos, hogy a gyermekek foglalkozzanak a magyar nemzet hadtörténelmével, hogy ők ezt lerajzolják, eléneklik dalba, vagy egy programon vesznek részt, az már majdnem másodlagos. A pályázatra az idei évben mintegy 1595 pályamű érkezett a Kárpát-medence szinte minden szegletéből. Már az első pillanattól kezdve arra törekedtünk, hogy minden alkotó, függetlenül az alkotás minőségétől, kapjon egy olyan emléklapot, amely emlékezteti őt arra, hogy a magyar nemzet hadtörténelmével, annak meghatározó személyeivel, eseményeivel foglalkozott. Ezt megtartottuk ebben az évben is, sőt minden évben folyamatosan. A díjátadón közel 100 munkát ismertek el. Olá László hozzátette, az eddigi és persze az idei év nagy sikerére való tekintettel várhatóan a pályázatot a jövő évben is megszervezik.